ezen a kiállításon főleg tájakat lehet látni, viszont én nem tájaknak hívom őket, ezért is neveztem el a kiállítást környékképnek. Nem természeti táj van rajta, viszont nem is városkép vagy városrészlet van rajta, hanem igazából ebből a vajdasági tájból ilyen kis szeletek, amiknek egy-egy szituációját ezek az épületek szimbolizálják vagy jelenítik meg. Próbáltam is angolra lefordítani, hogy ezt hogy lehetne, de hát ez annyira nem lehet, ez annyira a sajátunk, hogy ez a környékkép, ez tényleg nagyon, nagyon a miénk, és ezért is nagyon, nagyon szeretem. És ez, ami jellemző rám, annyira nem ábrázolok figurákat. Hogyha van figura, az is nagyon ritkán, nagyon mondjuk a háttérben nagyon kicsibe szerepel, és az csak a tájat erősíti, hogy mi az a perspektíva, ahol ő elhelyezkedik, de próbálom az épületeimet helyezni olyan szituációba, hogy ők legyenek a szereplők. Azért is adom ezeket a címeket a képeimnek, mint hogyha élnének ezek az épületek. Próbálom kompenzálni azt, hogy életelen dolgok vannak a képen, és akkor így kicsikét ellentmondok ennek. Egyébként van nagyon sok akvarell, akril, kollázs, és ezeknek a keveréke. Általában az embereknek a kedvence a Csantavéri Színházas kép, ami annyira vegyes technika, hogy ilyen bolti piros színű nylon zacskó van oda ragasztva, és soha senki nem szokta fényképről észrevenni, hogy az tényleg nylon zacskó, és azt gondolják, hogy én festettem, és ennek mindig nagyon örülök. Kozma Laura képei számomra azért külön érdekesek, mert a természeti tájat és a megrendezett, a megalkotott, az urbánus környezetet egy olyan keretbe ágyazzák, amely keret a két különálló szféra együttesét megteremtve mindkettőből a lehető legtöbbet hozza ki, és ez mind a festmények értékét nagyon-nagyon növeli, mind kialakítja a Laurára jellemző poétikai világlátást, és egyszerre erősíti a kettő ezeket a meglévő kereteket. A tanulmányaim alatt ott kezdettől fogva a szerkezeti rajz, ami a kedvencem volt, és a szerkezeti rajz az egy olyan része az alkotásnak, ami nem befejezett. Viszont nagyon sajnálom, amikor ez eltűnik, és annyira nagy örömmel tölt el az, amikor egy ház az nem 100%-ra el van készítve, hanem nem is abból 100%-ból kell elvonni valamit, mert leromlott, hanem 150%-ot mondanék inkább, mert sokkal többet látunk belőle azáltal, hogy látszódnak a téglák, mert néhány tégla hiányzik onnan, vagy látszódnak a gerendák, vagy látszódik egy kerítésnek egy olyan része, ami más, mint a többi. Tehát ezek a szerkezetek mégis még a képen felül szerepelnek a képeken, és ez a szerkezet nagyon szépen, ez a vonalritmus nagyon szépen látszódik rajtuk, és ez fog meg elsősorban, nem pedig az, hogy ezek romos házak, hogy szomorú a táj ez miatt, tehát ez annyira, sőt egyáltalán nem érdekel, inkább az, hogy egy romosabb épület az ebben sokkal több, mint egy átlagos ház, vagy házsor, vagy egy utca mellette, mert így ő egyedülálló lesz. Ami külön érdekes Kozma Laura festményein, az, hogy a rend és a rend felbomlása, a megrendezett tárgyi környezet, a megrendezett építészeti környezet nem vesztességtörténetként, nem egyfajta hiányként, nem egyfajta krízisként értékelődik, hanem a leíró jellege miatt szerintem ő egy olyan stációkat fog meg ezeken a képeken, amelyek sokkal inkább talán a nyugalom, a felszabadult létezés állapotát hangsúlyozzák, mint sem azt, hogy valaminek véget ért a története. Uh,
Hát azon kívül, hogy romokat ábrázolok, kevés színt is használok. Ez is még egy trükk arra, hogy ne az a nagyon pozitív hatása legyen a képeknek, viszont most már kezd egyre jobban előtérbe kerülni egy ilyen erős vörös szín, amit már a megnyitó szövegben ilyen Kozma Laura vörösnek is említettek, nagyon tetszett, ez tényleg jellemző rám, még az okát nem tudom, de nagyon jól használom már azt, hogy árnyékok hiányában, teljesen színek hiányában csak egy nagyon kevés monokrom tónus szerepel, plusz ez a vörös. Ennek biztos, hogy lesz valami jó vége, az útnak valami vége, kíváncsi is vagyok rá, de talán ez a vörös miatt úgy nem lesz az a negativizmus a képeken.